dátummal kell kezdenünk, hiszen február 20-a, február 1-e a Tisza élővilágának emléknapja címet kapta. Erről szeretnék először nektek egy rövid diasorozatot bemutatni, aminek a rövid szöveges részét a munkafüzetben is megtaláljátok, hogyha az elején most neked olvastam, nem arról szól a történet, tehát hogyha szükség van rá, akkor utána tudsz nézni, hogy hogy is történt ez. Mikor születtetek ti? 1999-ben. Így van. Tehát ez a 2000-es éveknek a korosztálynak még nincsenek emlékei erről az időszakról, de ha felnőtteket megkérdeztek, hiába történt 14 évvel ezelőtt, mégis nagyon sokan pontosan emlékeznek, hogy itt valami szörnyűség történt a mi országunkban. Ennek pedig az volt az oka, hogy egy szomszédos országban, Romániában olyan környezetvédelmi szennyezés történt, olyan környezeti katasztrófa, aminek, hát hogy ilyen csúnyán fogalmazom, a levét mi ittuk meg, ugyanis ott történt egy baleset, és annak a következményei Magyarországon halmozódtak föl. Ezért nevezik február 1-én a Tisza emléknapjának. Hogyha nézzük, hogy mi is történt, akkor azt kell mondani, hogy itt láthatsz egy nagyon szép tájat, nem tudom, ki járt már Erdélyben, fel a kezekkel kirándulni. Nagyon jó. Én azt hiszem, aki egyszer volt, az a táj, ez visszamegy. Nagyon szép. Csodálatos kirándulásokat lehet tenni, szemet, lelket, gyönyörködtető tájról van szó. Ez a vidék az, ami a természetes környezet. Most, ha ehhez hasonlítjuk az, amit az ember csinált, itt azért látható, hogy nagyon távol áll a természetes környezettől. Ez nem egy ókori amfiteátrum, ami, hanem egy felszíni bányaművelési hely, ami arról szól, hogy ezek a hegyek nagyon kis mennyiségben, de tartalmaznak aranyat és ezüstöt, és sajnos ennek a kinyelése nagyon mérgező kémiai vegyszerekkel történik. A ciánról nem tudom, hogy hallottatok-e már, a cián önmagában méretként működik, és ez az anyag képes az aranyat és az ezüstöt úgynevezett cianidok formájában kioldani, és sajnos olyan kis mennyiségben található csak az anyag, hogy nagyon sok mérget kell ehhez használni. Na most a vizet vízbe oldják ki, és ez azt jelenti, hogy a vízben felszaporodó méreganyagok és nem szükséges anyagokat egyfajta zagy tározóban tárolják. A zagy szóról jut eszetekbe valami? Magyarországon? És vöröses színű volt a vörösi szakkatasztrófa. Ugyanúgy ilyen szennyező folyadékot tartalmazott, megnyílt a medence, a tárolómedencének a széle. Nem tudom, látott erről valaki internetes képeket, szabályosan, mint egy paca úgy ömlött ki, csak hogy ott az útjában emberek és emberi települések voltak. Hogyha nézzük tovább, így néz ki, hát nagyon távol áll ez attól az erdélyi szép tájtól, amit az első képen láttuk. Ez az úgynevezett zagytározó, ez a vörösen színű folyadék, és ez tulajdonképpen magas gátakkal szorítják a megfelelő helyre. Na most erről a katasztrófáról nem találtam képet, de egy hasonlót, ami 1972-ben történt, ami arról szól, nézd meg, az ott nem egy ilyen csúszda, és ott hóba le lehet csúszkálni, hanem a 30 méter magas gát szakadt át, és itt ömlött le ez a szennyező anyag. Ilyen történt a településen, a hivatalos adatok szerint csak 80 ember halt meg, viszont a helyiek azt mondják, hogy 150 ember életét követelte ez a gátszakadás. Valami hasonló történhetett Verespadakon is, aminek az lett az eredménye, hogy a szennyeződés a Szamoson keresztül belefolyt a Tiszába. Ez ugye már itt Magyarország határát jelenti. Azt tudnotok kell, hogy a katasztrófák, környezetvédelmi balesetek nem ismerik az ország határát. Tehát itt megtörtént a szennyező anyagnak a bejutása, és azt kell tudnod elképzelni, hogy ez mint egy mérgező dugó végig haladt a Tiszán. Előtte tiszta volt a víz,
Akkor jött ez a méreganyag, végigment az országon, és utána az a tiszta már nem volt az, ami előtte. Nézzük, hogy hogy is néz ki maga a tisza. Hát ha tiszára gondoltok, akkor szerintem sokaknak vagy Szolnok, vagy Szegedi eszébe hatalmas nagy hőbölygő folyó, de hát a tisza is fiatalon kezdi, és akkor ilyen nagyon gyors folyású, vidáman csacsogó kis folyócskát jelent, na ebbe került bele az a tutyi, és tulajdonképpen úgy jutott végig az egész országon. Mikor lejut az Alföldre, akkor mondjuk már az, hogy elfárad, lelassul, és ilyen hatalmas nagy kanyarokat ír le, sőt, ezek a kanyarok már a szabályozás következtében jöttek létre, mert ha megnézed, itt láthatsz egy olyan voltágrészt, ami már eltávolodott a folyótól. Sőt, itt is láthatsz egy olyan részt, ami lefűződött, és ezek már a víz áramlásában nincsenek benne. A Tisza hatalmas nagy kanyarokat ért le, és ezt az 1800-as években gátak közé szorították. Ezen már vitatkoznak, hogy tulajdonképpen ez nem is volt olyan nagyon jó ötlet. A Tiszának egy nagyon jellegzetes tápláléklánca van, ami azt jelenti, hogy mikroszkópikus élőlények, baktériumok, egysejtek élnek akár az iszapban, akár a vízben is. Utána ezeket mikroszkopikus állatok fogyasztják el, és ahogy megtanulhattad, a kis halakat megeszik a nagyobb halak, a ragadozó halak, de ugyanígy élnek olyan vízi madarak, amelyek akár halakkal, akár pedig ezekkel a mikroszkopikus szervezetekkel táplálkoznak. Teljes tápláléklánc egészen a sasokig, ami a tiszta élővilágát jelenti. Na most persze, hogy először a sas meg a különféle vízi madarakat látod meg, de tömegében hatalmas nagy szabad szemmel nem látható élővilág él, és ez a szennyeződés kipusztította ezeket az élőlényeket, ennek következtében megsérült ez a fajta tápláléklánc. Ezt a térképet azért mutatom meg, hogy mekkora volt az a terület Magyarországról, amelyet ez a katasztrófa érintett. Leginkább értelemszerűen Szabolcs-Szatmár Berenmegye volt az, ami a szennyeződést elviselte. Ugye a baleset január 30-án több, 4-a ma? 30-a. Ma 14 évvel ezelőtt történt ez a baleset. És ha megnézed a másik dátumot, február 9-e, azt lehet mondani, hogy 10 nap alatt jutott végig ez a szennyező dugó az országon, de itt nem állt meg. Nem sokára itt van az a terület, ahol a Duna és a Tisza összefolyik, és így ment végig a Fekete-tengerig ez a szennyező anyag. Na most ez a halványságával jelölt terület azt jelenti, hogy a folyók kapcsán ezek a területek is érintettek lettek. Tehát itt végig ment ez a mérgezés, kipusztult a Tiszának ez a mikroszkopikus élővilága, majd mutatom a nagyobb élőlényekre is, mi történt. És miután ez végigment, tiszta víz folyt tovább, és ezekből a folyókból újra be tudott a Tisza népesülni. Na most, hogy ez mennyire történt, mennyire sikerült ezt pótolni, igazából ez még nem derült ki, hiszen a ti életetekben ez a 14 év igen sok volt, a kezdetektől máig. Egy folyó életében ez azért nem olyan hosszú idő, de valószínűleg pusztultak el úgy élőlények, amelyek soha többet vissza nem telepednek. Nézzük akkor, hogy milyen is egy tápláléklánc, ha mérgezés kerül be a folyóba. Valamilyen mérgező anyag, és az lehet például húsok használ, törvényvédőszer is bekerül, és a mikroszkóppal látható élőlényeket testébe bekerül. Innen kerül a halakba, majd pedig a vízi madarakba, és ez bizony földobta a bakancsát, ez a jószág, mert nekik a testében ezek az anyagok felszabadulnak. Nézzük akkor, hogy mi is történt a folyón. Ez itt sajnos nem a halászatának terméke, hogy itt ebből halak vannak. Itt a halászok munkája, sokszor láttuk képeken síró halászokat, hiszen az ő dolguk itt most nem az élő halak befogása volt, hanem a hal tetemeknek az összegyűjtése, hogy az ne rohadjon tovább, nem érkezze tovább a vizeket. Tehát ez kis törénnyel ilyen mértékben pusztultak el a halak, és ez a kép viszont egy kicsit nem illeszkedik ide az eseményekhez, ez egy mai felvétel a Tiszáról. Itt
nem halak vannak, hanem... Vannak palackok. Ille palackok vagy bekpalackok, tessék megnézni ezeket a hatalmas területeket. Tehát ennél szomorúbb látványt a természetben keveset ember képzelni. És nagyon figyeljetek ide, ez nem az a megoldás, hogy a magyar illetékes és a román illetékes leül, összebudják okos fejüket és majd kitalálnak valamit. Nem. Ez mindannyiunknak a feladata. Egyrészt muszáj ennyi ilyen palackot használni. Másrészt, ha már használod azt a palackot, hova kerül utána? Elmész a természetbe sétálni és dobálod magad körül a szemetet? Hogyan kell bánni ezekkel a palackokkal? A szelektív, tehát a válogatott hulladékgyűjtőbe, hogy kell bedobni a palackokat? Tömörítve. Így van, tehát ki lehet élni a dühödet, ugorj rá, tapos rá palackra, és utána zárd vissza a kupakját. Miért kell összenyomni ezeket a palackokat? Így van. És hogyha üresen, nem összenyomva a kupakot rányomok, akkor mikor préselik a szemetet, akkor se tudják azt a levegőt kinyomni belőle. Na most mire használják ezeket az anyagokat? Ezeket. Mi történik a szelektív hulladékgyűjtés után? Újra hasznosítják. Miből készülnek ezek a palackok? Műanyagból. És mit készítenek belőle? Hát körülnézek, de megint nem látok olyan embert, akinek egyértelműen látszik a ruháján, esetleg a tanárnőjén, igen, azeket a termoruhákat, amik nem ilyen szőttesek, mint a legtöbbünknek a ruhája, ezeket a nagyon meleg, kellemes, hőtartó meleg ruhákat ilyen műanyagokból gyártják, mégpedig, hogy összeolvasztják a műanyagokat, megszínezik, és szálat húznak belőle, és ezekből készülnek ezek az anyagok. Na most tehát több dolgot van. Egy, lehetőség szerint kevés ilyen palackot kell használni. Kettő, hogyha használod, akkor válogatottan, azaz szelektíve gyűjtsd ezeket a palackokat, és a megfelelő helyre kell vinni. Nem a természetet használjuk terápiának, és ez csak a visszapartra. Az óceánokban vannak ma már olyan szigetnagyságú ilyen szennyező telepek, amelyeket összesodoltak az állomatok, ezek már úgy megkapaszkodnak, hogy szét se válnak egymástól, megszűrik a napot, az alatta lévő területek nem kapnak elég napfényt, és az alatta élő élőlények kipusztulnak. Tehát tessék egész földi méretekben gondolkodni a szennyezések szempontjából. Na most, a természetben ismerünk olyan élőlényeket, amelyek az elszaporodásukkal, vagy pedig a fogyatkozásukkal jelzik, hogy milyen annak a környezetnek az állapota. Nem tanultátok még az indikátor szót kémiából, ugye? Ezeket nem majd meg fogjátok tanulni, nem csak kémiai szakkifejezés, hanem biológia is. Tehát, hogyha jól érzi magát ez a jó szád a tiszában, akkor arról szól, hogy a tiszta vize az jó. Szeretném nektek bemutatni ezt az élőlényt, ez pedig a tiszavirág. Így van, ez egy termeszféle. Azt látod, hogy itt van az utolsó ruhácskájából húlik ki. Ez egy ilyen kétén köpeny, már itt vannak a szárnyai, és tulajdonképpen elkezd ezt a nagyon-nagyon furcsa életet. A tiszavirág 3 évig fejlődik a Tiszának a partja mentén, a szigetein, a lösztalapban. 3 évig, hogy utána kibújik az utolsó ruhájából, és csupán 2-3 órát él. Nincsen csak szaporító szerrendszere, mert semmi más nem csinál, csak udvarol és szaporodik, és 2-3 óra múlva elpusztul. 3-4 napig virágzik a tiszta, és akkor most mutatok néhány ilyen képet, ezek is nagyon szépek. Látott-e már valaki esetleg a körösökön ilyen virágzást? Igen, azt hiszem, aki ilyet lát, az egy elég érdekes látvány. Ez a kép olyan, mintha piszkos lenne, de ez mutatja ezeknek a jószágoknak a szaporosságát a Tisza hídjain, a villanyoszlopokon is mindenhol megtalálható. Köröznek, táncolnak, udvarolnak, szaporodnak, és tulajdonképpen ez a földi élet utolsó szakasza az életünkben. Tehát még egyszer, ha gondoskodunk arra, hogy a Tisza virág jól érezze magát,
és jól tudjon udvarolni, akkor azzal kit védünk meg? Azért, mert akkor a tisza vize milyen lesz? Tiszta. Tehát ezt jelzi számunkra a tiszavirág. Na most február 1-én nevezték ki tehát a Tisza emléknapjára. Szolnokon ilyenkor meg szokták koszorúzni a vizet, emlékezünk erre a szörnyű eseményre, nem csak hivatalosan, hanem magánemberek is egy-egy szárvirággal, ugye ez nem szennyezi a folyót, és ha már itt nézed, akkor ilyen érdekes oszlopokat lehet itt látni, és ez lenne az utolsó diám, szeretném nektek megmutatni a szolnoki tiszavirághidat. Ez egy gyalogos és kerékpáros híd, és azt hiszem, hogy nem nehéz ráismerni a tiszavirágnak a szárnyait mutató vagy jelképező ágakra. Ezt a hidat 2011-ben adták át, és ez egy nagyon szép építészeti megoldás, ami emléket állít nekünk az eseményre. Jó, akkor köszönöm szépen ezt a figyelmet, és akkor miután én már nagyon-nagyon sokat beszéltem, most következik az a fejezet, amikor láttad, hogy cseppentettem?
fölé raktam, kocogtatom, nem pedig beszórok vele mindent, hanem minden. Nem biztos, hogy ötöd, nem biztos, hogy tökéletesen ki fog jönni belőle, mert nem nagyon szeret, de ha megnézed, azért, mint látod, az első képcsőhöz viszonyítva, hogy itt azért szemben látható változás történt, erre azt mondjuk a kémiában, hogy kicsapódtak a fehérjék, tehát csapadék jött létre, kicsapódtak a fehérjék, ezt a szót is ismerjétek meg. Ugye kémián az egyik legfontosabb fogalom a buborék volt, és a gázfejlődés, most pedig a csapadék képződés. A következő egy ólomvegyület, az ólomvitrát. Az ólom az nehéz fémsó, és ennek a hatását fogjuk most megnézni. Ebből is egy csepp. És ha megnézed, itt is látható, hogy itt is történt változás, ez egy fehér színű csapadékot képez. A harmadik az ezüst nitrát. És akkor, hát aranyon nem kísérve teszünk, mert annyi pénzünk itt nincsen, ezüst nitrát sem olyan olcsó, és ezt én fogok bemutatni nektek, ez nem olyan olcsó, amiben volt. 5, igen. Ahogy halad le, már látszódik, hogy itt is mi történik. Ez is kicsapta a fehérjéket. És most egy kicsit többet fogok belőle önteni az etilalkoholból, ezt most én nagyon nem is számolom. Hát ez az, ami például a pálinkával lenne van. Hogy megnézzük, hogy biztos, hogy olyan jót tesz nekünk ez az anyag. Hát talán annyira nem veszélyes, mint hogyha ezüstöt innál, ezüst sokan, vagy részszulfátot, de ott látszik, hogy ez is bizony kicsapódást okozott, tehát megváltoztatta a szerkezetét, ha ezt egy kicsit összerázom, akkor is lehet látni egy halvány elszíneződést. Tehát ez a sorozat arról szól, hogy vannak olyan sok, amelyek kicsapják a fehérjéket, azok méregnek tekinthetők. Ez, ha a fehérjék szerkezete megváltozik, nem képes a továbbiakban